Nagykálló foglalkoztatással kapcsolatos nehézségei, csökkenő lakosságszám. Ez az a két kérdés, amelyre az Urbect-Opect program keretében keresik a megoldásokat a szakemberek. A közelmúltban tartott, a helyi támogatócsoportnak szervezett megbeszélésnek is ezek szolgáltatták a témáját, hiszen a gyakorlati megoldásokat tartalmazó helyi akcióterv is erre épül. A megbeszélésen elhangzott, az OPECT program keretében elkészült 4 alapillére nyugvó dokumentum készíti elő a következő funkcióbővítő városrehabilitációt is. Az első az, hogy azt gondoljuk, hogy a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszakban egészen máshogy kell gondolkodnunk a városfejlesztésről, mint ahogy gondolkodtunk róla az elmúlt időszakban. Ez nyilván egy tanulási folyamat eredménye, és meg egy picit változott az Európai Bizottság hozzáállása is, vagy a Magyar Irányító Hatóság hozzáállása is ezekhez a kérdésekhez. Az első, hogy azt gondolom, hogy a városfejlesztésnek kreatívnak kell lennie. Kreatívnak, innovatívnak, olyan dolgokat kell, hogy tudjunk kitalálni, amik egyediek, újszerűek a városban is, a környéken is, a régióban is, a megyében is, az országban is. A következő, hogy nagyon közösségének kell ennek lenni. Magának a tervezésének is közösségének kell lenni. Annak, hogy hogyan találjuk ki akár a program alapelveit. Másrészt a közösségi az arról is kell, hogy szóljon, hogy ennek a közösségnek most a legnagyobb problémája úgy gondolom a munkanélküliség. És erre megfelelő válaszokat kell, hogy tudjunk adni. Azt hiszem, hogy erre egy nagyon jó megoldást jelenthet egy szociális szövetkezet. És a negyedik alapelv, ami szerintem ugyanúgy megkerülhetetlen, az az, hogy digitálisnak kell ennek lennie. Okostelefonok, tabletek és hasonló dolgok veszik lassan körbe az embert, ha akarja, ha nem. Előbb-utóbb a tévéből is az internet jön, és úgy áramlik az információ, hogy ennek ugyanúgy meg kell teremteni a városi infrastruktúráját, mint az utaknak, a járdáknak vagy a szennyvízelvezetésnek. Itt már a Városháza tanács termében zajlik a megbeszélés, hiszen nem csak az OPECT, hanem a közelmúltban lezárult Romanet program akciótervének részleteit is megtárgyalták a helyi szakemberek és városvezetők. A helyi támogatócsoport megbeszélésén elhangzott. A következő szociális városrehabilitációt előkészítő akcióterv középpontjában a család áll. Ezekre épülnek a foglalkoztatási és a lakhatási problémákra vonatkozó megoldási javaslatok, amellyel 3 célcsoportot kíván elérni Nagykálló. Az első nyilvánvalóan, ahogy a program is adja, a roma lakosság, a másik a mondjuk a hitelproblémákkal, a devizaadóssággal küzdő, vagy egyébként anyagilag hátrányos helyzetben élő emberek. A harmadik pedig azt gondolom, hogy az, hogy szociális, az nem azt jelenti, hogy szegény, hanem az azt jelenti, hogy egyrészt, hogy közösségi, másrészt pedig a közösségnek vannak olyan tagjai, akik akármilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak. Amikor az ember az életét kezdi egy diplomával a kezében, vagy éppen a középfokú oktatásból kijöve, az úgyfent egy nagyon erősen hátrányos helyzet tud lenni. Tehát erre a fiatal rétegre úgyfent számítunk egy ilyen városrehabilitációs programban, és próbálunk nekik is bérlakást építeni. És a harmadik nagyon fontos elem, hogy ennek is közösséginek kell lenni. Az előző szociális városrehabilitációnkban nagyon sokfajta tevékenység volt, úgynevezett soft tevékenység, nagyon sokfajta program volt, tanoda program, állatkert látogatás, színház látogatás, sorolhatnám még, hogy milyen programok valósultak meg. A következőben is ennek nagyon fontos szerepe kell, hogy legyen. Ahogy ismerjük a várost, nem csak a többségi és kisebbségi társadalom között, hanem a kisebbségi társadalomon belül is vannak ellentétek. És ezeket muszáj lenne, hogy fel tudjuk oldani, hogy egy közösségként tudjon működni a város. És erre ezek a közösségi programok teremthetnek jó lehetőséget. Az Európai Unió által támogatott Urbect projekt A programjaiban elkészült 2 akcióterv a közeljövőben kerülhet a város képviselőtestülete elé. Amennyiben a városvezetés megszavazza, hamarosan elkezdődhet a társadalmi egyeztetés mindkét városrehabilitációval kapcsolatban.